energiatakarékosabb, környezetbarátabb és a kapacitását tekintve jóval nagyobb a Bonyhádi a korszerűsített szennyvízüzeme a réginél. Nem csak a város, de további 4 település szennyvízét is kezeli. A régi telep alkalmatlan volt az uniós előírások szerinti szennyvízkezelésre. Egy KEHO pályázat keretein belül nyertük a pénzt, itt több önkormányzat vesz részt ebben a pályázatban. Ebben mi körülbelül 1,9 milliárdot nyertünk, ami főleg a szennyvíztisztító telepnek a fejlesztésére fordítódik, illetve a környező települések közül is a hálózat rekonstrukció, illetve átemelők rekonstrukciójára is fordítódik. A próbaüzem már 2 hete elindult, a fokozatos átállásból a lakosság semmit sem vesz észre. A teljes átállásra megközelítően 1/2 évre van szükség. Ha egy szennyvíztisztító telepre feladjuk a nyert szennyvizet, akkor be kell állni annak a baktériumflórának, ki kell alakulni a mikrobiológiának ahhoz, hogy jól tisztítsa a szennyvizet. Viszont annyit már elmondhatunk, hogy gyakorlatilag 2 hete üzemelünk, és a paraméterek közül viszonylag sok már határértéken belül van. Ahhoz, hogy tökéletes legyen az átállás, a teljes hálózatot ki kellett volna cserélni, amelyre egyelőre nincs lehetőség. A pályázat adta keretek között a leginkább elöregedett szakaszokon elkészültek a munkálatokkal.